Sziasztok, kedves barátaim! Ahogy ígértem, most beszélek a könyvekről. Ugye most van évvége, maraton, amikor osszunk sok könyveket, kimegyünk az utcára, találkozunk emberekkel, és megpróbáljunk minden több embernek lehetőséget adni, kapni, és utána elolvasni ezeket a könyveket, a védikus írásukat. És most beszélni fogok egy kicsit a Bhagavad Gita-ról. Ugye ez is egy 5000 éves írás, ami nagyon különleges. Pár szót róla szeretnék nektek mesélni. Bhagavad Gita-ban olvashatunk egy párbeszédről, ahol Arjuna, aki képviseli embereket, azokat, akik tele vannak problémákkal, sőt, nem csak problémákkal, gondokkal, ugyanakkor stressz és depresszió. Ugye, mert sok gond, sok kilátástalan dolgok, kudarcok, ez minden egy idő múlva már egy depressziót okoznak. És mutatja, hogy ha valaki kapja tudást, megismeri lelki törvényeket, amelyik működnek minden szinten, akkor az ember örökké meg tud oldani az életnek minden problémáját. Általában többség próbálkozik anyagi problémákat, anyagi módszerekkel megoldani, de sajnos az eredmény az csak rövid távú, és nem mély, és nem fenntartható. Viszont léteznek olyan lelki törvények, amelyeket megismerve ember rendbe hozza, mint a saját lelki szint, saját magát lelki szinten, pszichikai szinten és anyagi vagy a testi szinten. Ezeket ismerteti velünk a Bhagavad Gita. Több témáról beszél. Beszél a karmáról, beszél az időről, beszél lélekről, beszél Istenről és szeretetről. Úgy kezdődik az egész, hogy Arjuna nem tud megoldani az életét, és belegabolyodott, és azt mondja, Karpanya dosa patasva bhava, hogy én a hibás ember vagyok, én nem vagyok tökéletes, és ezért az én hibáim miatt annyira már kiebrándult vagyok, hogy nem tudok most mit tegyek, mit csináljak, hogyan tudjuk megoldani az életemet, viszont boldog akarok lenni. És akkor ott kezdődik a tanításuk. Első tanítás nagyon egyszerű és nagyon zseniális. Ugye, amit tanít Krishna, hogy legyél figyelmes. Kezd cselekedni úgy, hogy figyelsz oda a dolgokra. Hogyha figyelmes vagy, akkor már rögtön sok hibát el fogsz kerülni, és nagyon sokat fogsz tanulni, és amikor figyelmes vagy, akkor máshogyan kezdesz látni a dolgokat, és már is könnyebb az életed. És akkor könnyebb tanulni az életből. Mert ugye, hogy lehet megoldani az életet? Úgy, hogy kell tanulnunk. Akkor ez volt az egyik első tanítása, hogy legyél figyelmes. Utána kezdte mesélni a intelligenciának a jógáról, buddhi jóga. Elmondja, hogy hol vannak a problémák. A problémák rejlődnek embernek a tudatába. Önmagunkból van a probléma. Általában mi próbáljunk külső dolgokat megváltoztatni, vagy megváltoztatni, akik körülöttünk vannak, vagy a körülményeket, és akkor gondoljuk, hogy boldogok leszünk, de probléma az belül van igazából. És megvan mutatva, hogy hol van a probléma. A probléma belül van, és utána mondja, hogy hogyan lehet megoldani, a buddhi jógával, vagy intelligenciának a jógával. Hogy erősíts meg az intelligenciát tudás által, és így fogsz szépen emelkedni a lelki szinteken, és meg fogsz oldani az életedet. Ez a buddhi jóga. Utána beszél karma jógáról, ugye a cselekvéseknek a jógáról. És azt mondja, hogy az az ember, aki gyakorol a jógát, az az ember békés, boldog lesz, és mindenkit fog kedvelni, és mindenki fog kedvelni őt. Yoga yukta visuddha atma. Ugye, hogyha valaki yoga yukta, gyakorol a jogát, visuddha atma. Az azt jelenti, hogy tisztul a léte, tisztul a tudatja. Amikor tiszta a tudat, vijitendriya, akkor ember tud kontrollálni érzékeket.
És aki kontrollál érzékeket, akkor ő nagyon békés, és ő tud szeretni másokat. Mert nem várja el senkitől semmit, nem lesz irítsége, és ezért szárva butatma. Minden élőlény kedves lesz számára. De ugyanakkor ő is kedves lesz mindenki számára. Ugye? És akkor utána beszél a Gyána jogáról, vagy Ashtanga jogáról, ugye, ahol vannak az asanák, a meditáció, a pranayama, akkor erről is tanítja, és végül azt mondja, hogy ki a legkiválóbb jogi. Yoginam api sarvesam, a sok jogi között a legkiválóbb, a legjobb, madgantenaram atmana, aki mindig gondol Istenre. Ma ugye a jóga az az Istennel kapcsolat. És így tovább beszél utána a bhakti jogáról. Szeretetnek a jogáról, és azt mondja, az a legtermészetesebb lélek számára gyakorolni. Azt mondja, hogyha valaki csak hallgatja ezt a tudást, elsajátítása, már susukham kartum avyam, adja az embernek nagyon nagy boldogságot. Pratyaksa vagamam dharmyam, hogy ez a joga gyakorlat, az nem fog maradni csupán valamilyen hit szinten, hogy én hiszek, de sose fogok valamit tapasztalni és látni. Nem, azt mondja, pratyáksa, te fogsz szerezni a joga gyakorlat által közvetlen tapasztalatokat. Végül mutatja anyagi energiának a működéséről, hogy hogyan az ember hatás alá kerül, vagy a lélek, az anyagi energia hatalom alá, hogy kell ismerve a törvényeket, hogyan működik energia, használva az anyagi energiát lehet emelkedni, tisztulni és felszabadulni. Végül nagyon csodálatos dolgot mond, hogyha mindig Isten mellett maradsz, mindig választodsz az utak között egyiket, ahol Isten van, akkor sose lehet bajod. Yatra yogishvara Krishna, yatra partha danurdara. Ahol van Isten, ahol van Krishna, ahol van az ő hívője, baktája, vagy az ő szolgája, mint Arjuna, tatra, ott, azon a helyen, Srir Vijayo Bhutir, ott lesz mindig gazdagság, győzelem, erényesség és siker. Vagy máshol olvashatjunk Bhagavad Gita-ba, a jótevővel sose fog történni semmi baj. Ez egy ilyen csodálatos Bhagavad Gita, amelyeket mindenkinek ajánlom, legalább egyszer életében elolvasni, sokkal jobb tanulmányozni. Ez egy kézi jóga könyv, ezzel a könyv tud vezetni minket az életen át, és adni az életnek az értelmét. Aki szeretne, nyugodtan írjatok nekem az e-mail címemre, és akkor majd küldjünk nektek könyvet. Ugyanakkor, akinek van könyve, de szeretne év végére adományozni, küldeni egy kis adomány, akkor szintén írjátok az e-mail címemre. Nagyon szépen köszönöm, remélem mindenki jó van, és mindenkinek kellemes hetet kívánok. Hare Krishna!